Az orvosprofesszorok véleménye is az, hogy a fertőzés nagyarányú megnövekedése nem kerülhető el, de a lassítása lehetséges. Közölte a kormányfő a péntek reggeli rádióinterjúban, hozzátéve, azért kell lassítani a folyamatokat, hogy az egészségügyi ellátórendszer képes legyen befogadni a súlyos eseteket. Dr. Kis Csaba háziorvos kútai praxisában szűrte ki az elsők között ismerté vált hazai beteget, azóta pedig házi karanténban van. Őt arról kérdeztük, hogy milyen további intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az otthon maradók még nagyobb biztonságban legyenek. A legeslegfontosabb nyilván, amit az egyén megtehet, az egyrészt az, hogy a higiénés szabályokat fokozottan tartja. A tisztszerűség keretei között minden inkább le kell csökkenteni a kontaktusok számát, tehát hogyha szükség van arra, hogy elmenjünk boltba, akkor vásároljunk be úgy, hogy legalább egy hétre előre, de még jobb az, hogyha két hétre bevásárolunk. Nyilván nem kell ész nélkül felhalmozni mindent, tehát nem arról van szó, hogy most itt hónapokra való élelmiszerellátmányt vegyünk meg, de ne legyen arra szükség, hogy most naponta megyünk el bevásárolni. A házhoz szállítás, a futárszolgálattal való szállítás az egyébként egy nagyon jó megoldás, csak ott is ugye figyelni kell arra, hogyha pénzt cserél a gazdát, vagy valami, akkor ugye a kézfertőtlenítés az ugyanúgy történjen meg. A házi orvos azt is elmondta, hogy a hosszas bezártság és így az otthoni karantén is megviselheti az embereket. A kertes házakban könnyebben lehet hasznosan eltölteni az időt, azonban fontos, hogy a kisebb lakásokban sem csak tévézéssel és netezéssel teljenek a napok. Ilyenkor a testmozgásnak az elhanyagolását az semmiképpen sem javaslom, tehát azért egyszerű otthoni gyakorlatokkal, milyen négyütemű fekvőtámasz felülés, bármilyen egyszerű dolgokkal azért a sportolást otthon is meg lehet oldani, és az nagyon-nagyon fontos, hogy ne tunyuljunk el, tehát ez mind a pszichés egészségünk megőrzése szempontjából, mind ugye az immunrendszer megfelelő működésének szempontjából az nagyon-nagyon fontos. Én nagyon hasznos eszköznek tartom egyébként a meditációt, a jogát, mert az is úgy a testi és a szellemi egészséget segít megőrizni, úgyhogy ilyen egyszerű meditációs technikákat, amiket akár, hogyha valaki nem tudja, hogy kecselni, akkor interneten is találhat, azt én mindenképpen javaslok napi szinten gyakorolni. Meg hát ilyenkor próbáljunk meg egy kicsit többet pihenni, többet relaxálni, esetlegesen, hogyha van valami olyan hobbi, amit otthon is tudunk végezni, akkor arra szálljunk több időt, de azt semmiképp sem javaslom, hogy valaki egész nap csak a tévé előtt üljön, vagy a számítógép előtt üljön, hanem amennyire lehet, olyan tevékenységekkel foglalja le magát, ami szellemileg is, meg fizikailag is frissen tartja. Kis Csaba arról is beszélt, hogy a maradj otthon nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenki folyamatosan a négy fal között töltse az idejét. Aki nincs karanténban, néha kimozdulhat a természetbe, azonban mindenképpen kerülni kell a szoros emberi kapcsolatokat, így a kontaktusok számát is.